tudod, hogy nem fogsz leérettségizni? Pierre. Ez több, mint iskolai ügy. Tudod, mi ez? Ez már a te ügyed, mi? Rajnák. George Lucasnak tátva maradt a szája, és percekig meg sem szólalt, miután megnézte a Megáll az időt. Hogy mitől ilyen különleges ez a film, azt elmeséli nekünk Koltai Lajos és Pierre alias Sőt Sándor. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok. Lajos, hozzád fordulok először, mert felvétel előtt váltottunk pár szót, és mesélted, hogy mikor zajlott a szereplőválogatás, te azonnal kiszúrtad a Sőt gyereket. Mit tudott? Miért pont őt? Azt hiszem, hogy ez elég hamar történt. Azt csináltuk, legelőször azt csináltuk. Persze mindenki emlékezett, most már más. Ez azért régen volt. Hogy bementünk iskolákba, és szó szerint az volt, hogy bementünk osztály, vigyázz, jöjjenek ki. Maga, a többiek bemaradt. És akkor aki kijött, azokkal egy kicsit beszélgettünk. És én mi meggyőződéssel úgy emlékszem, hogy a Sanyit azt én találtam ilyenben, hogy ilyen osztályvégyáz jöjjenek ki. És mondtam csak utána, hogy szerintem megvan, a Pierre az megvan, és ez nem is volt egy nagy tévedé. Szóval én úgy tartom mai napig, hogy én abban benne vagyok mindenképpen. Részese vagyok annak, hogy a Sanyit akkor felfedeztük, és amilyen a világ, vagy az élet, hogy most meg újra felfedeztük egymást nemrég, és próbálkozunk ilyen közös produkciókkal, elindult egy beszélgetés. De hát akkor ez egy csoda volt. Erre majd még úgyis visszatérünk. Mi majdnem egyidősek vagyunk, ahogy olvasgattam itt a életrajzodat. Egy év van közöttünk. 82-ben mutatják be a filmet, akkor ezek szerint 81-be forog. 17-18 éves forma gyerek vagy. Pont úgy, mint én is negyedikes gimnazista vagyok 82-ben. Ugye nekünk személyes élményünk erről a korról nem nagyon van. Kisgyerekek vagyunk. Amikor megismerted a történetet, vagy nyilván elolvastad a forgatókönyvet, hogy tudtál erre az egészre ráhangolódni? Valami családi háttérből voltak mesék, történetek erről a szörnyű korról, vagy egyszerűen a forgatókönyv elvitt? Hát egyrészt a forgatókönyv az magával ragadott, másrészt meg azt hiszem, hogy a gimnazista történet az transportálja azt a sztorit, ami ezt a filmet minden generáció számára érthetővé teszi. Ezért ő tudott ez a film még sokkal több későbbi generációra is hatni, mert a gimnazista sztorin keresztül lehet ezt a kort megérteni, és így minden tinédzser, felnővő gyereknek van egy kapcsolódási pontja a sztorihoz és a történelemhez. Mind a kettőtökhöz szól a kérdés, még mielőtt belemegyünk itt magába a filmbe. Ugye május 1, mozi 82, kevés olyan film volt életünkben, ott a baráti társaságommal, hogy beültünk, megnéztünk, kijöttünk, rögtön vettünk a következőre jegyet, és azonnal megnéztük még egyszer, és aztán elmentünk a Pilsner Urquell sörözőbe, és órákig erről beszélgettünk. És mi már akkor nem voltunk okos fiúk, 18 éves hülye gimis kamaszok voltunk, de az alapkérdések egyike az volt, hogy ez a lázadás filmje, vagy a belesimulási. És itt nyilván a két fő, Őze Lajos és Pierre. Ti hogy érzitek? Ez inkább azt akarta megmutatni, hogy Őze kijön a börtönből, mint 56-os, és a film végére elmondja már azt a mondatot, hogy hát akkor elfogadom a feltételeket, és maradok, és visszakerülök a szakmámba is, és megtagadom 56-ot, vagy inkább a Pierre a fő vonal, aki meg neki megy a határsávnak. Te hogy érezted? Szerintem mind a kettő, egy nagyon fontos. Az Őze vonal talán a legfontosabb, a visszatérő ember, mert az elején, ahogy ott marad a család, azért az egy ikonikus kép, hogy azt mondja, hogy most itt fogunk most élni. Itt fogunk. Igen, hogy mostantól kezdve választottunk egy életet, illetve adták nekünk inkább, mint választottuk. Az apa meg szépen elmegy ott a Fantasztikus utcán.
És amikor megjelenik a bodor, és visszatér ebbe a családba, akkor visszahoz valamit abba, hogy milyennek az egésznek a maradványa. Tehát mindenképpen az egy fantasztikus szerep, amit el lehetett játszani, hogy visszajön, mert ott úgy döntött, hogy ő nem, de most visszajön, és megpróbál asszimilálódni. Gábor, te ettél? Miért nem esztek ti semmit? Megromlik itt minden nekem. Nincs valami... Nincs. Mikor szabadultál? Napokban múlt 2 hete. Hát ez a legnehezebb folyamat, az egyik legnehezebb végig folyamat odáig, hogy ott vannak a kocsmában, ez egyik kedvenc jelenetem, és ahhoz tettem is hozzá, mert ezt majd elmondom ezt is, vagy most is elmondhatom, hogy ez egy olyan reggel volt, hogy nem tudtuk, hogy az őze jön vagy nem jön. Mert ugye ez sokszor volt már abban az időben sajnos, hogy ki jön az őze, vagy nem jön ki az őze. És akkor álltunk abban a kocsmában, akkor végig azon gondolkoztam, hogy mi a fenét csinálni, hogy valamit itt kéne csinálni, mert ez úgy, ahogy van, ami most szó lesz, az mondjuk a pokol megmutatása elég közelről. És akkor találtuk ki ezt, és ebben nagyon, hogy induljunk egy Loden falból. Hogy ahogy állnak a fél decér, az egy fal. Egy falt képez a Loden. Ezt aztán, aki akkor ért, mindenki tudta, meg nem is volt nagyon más a senkinek, csak Loden vagy viharkabát. Ahogy ebből a falból indulunk, de mondom, mi legyen itt a fény? És addig amíg nem jött meg az őze. Én kitaláltam ezt, hogy alákötözöm ezeket a neonokat a pultok alá, ami egyáltalán nem megszokott, hanem soha nem fordult még elő sehol. Viszont egy ördögi környezetet produkált az arcok számára. Mert ez az arc, aki akkor figyelmeztet, hogy mire vigyáz, és hogy viselkedjen, elmond, az a legfontosabb mondatok tömkelege, azt kell mondjam. Tehát annak kellett kölcsönözni egy olyan világot, ahol ennek a mondatnak a megszületése örök érvényű. Na most, hogyha ehhez nincs hozzá fény, egy speciális pokolból jövő, valahonnan jövő ilyen kékes fény, ami meghatározza az arcot, és csak azt emeli ki belőle, ami a legfontosabb, mert ott nagyon fontos, hogy az őze a mondatot fogalmazza. Ahogy kijön belőle a mondat, azt az arcot az, amit a festménybe meg kell őrizni, be kell keretezni. Ott mind a ketten be vannak keretezve. És szerintem ezek a folyamatnak az a vége, amikor már azt is tudja, hogy kell viselkedni ebbe az érába, de a végén aztán még tovább megy, és teljesen elsimul ebbe a környezetbe. Az övé meg a hát ez egy csodálatos szerep, mert ugye nem nagyon vállalja senki, hogy az iskolában voltak ilyen srácok, de aki ilyen egyértelműen vállalja az ellenállást és mindenáron való másságot, mert ő aztán tényleg tökéletesen másképp is, és ezért lehet őt szeretni, mert egy szerethető ember. Na most, amikor kerestük őt, vagy én kerestem, akkor azt kerestük, hogy nem csak különlegesnek kell lenni, hanem szeretni valónak. Ez nagyon fontos, nagyon elfelejtjük, hogy nem lehet egy ember csak úgy. Ahhoz kell, hogy szeressem, és őt nagyon lehet végig szeretni. Mai napig lehet, hogy szeretni egyébként. Hogy elképesztő figura volt, és ezért mennek utána, mint egy nyáj, az egész osztály, mert tőle próbálnak valamit elfogni. De ő az egyetlen, aki megmeri lépni, amit a többiek nem. Ugyan otthon, az iskolában mindenki össze-vissza beszél, és mást mondanak, tehát abszolút nem, talajtalanok vagyunk. Az angolos, hogy tudom, a displays, a legjobb, hogy teljesen nincs semmi, ahova tudunk lépni, és egy biztos talaj lenne alattunk. És akkor megjön ez a csoda ember, aki szeretni való mindennel, amit csinál. Azzal is, hogy összetöri a fél iskolát, azzal is, hogy kiugrik az ablakon, azzal is, hogy ott fekszik a kórházban, és elhatározza, hogy kell innen elmenni, és mindenre megvan az elképzelés. Úgyhogy azt hiszem, hogy mind a kettő azt hiszem válaszolt. Igen. Te vagy a lázadó, Sanyi, a filmben, ez teljesen egyértelmű, hogy ezt Lajos is elmondta, de mondjuk a forgatókönyv ismeretében egyetem fölmerült benned 18 évesen, hogy ez a mélység, amiről most itt a Lajos beszélt? Természetesen nem, viszont amit most Lajos mesélt, hogy a iskolában minket kiválasztottak, és ez folytatódott ez a sztori úgy, hogy utána a filmgyárban ment tovább a válogatás, ott volt 300 gyerek. És akkor ebből utána lesz 100, aztán 50, 20, majd, és akkor nekem abban az időben hosszú hajam volt, és a nagybátyámtól örökölt nagy fekete bőrdzsekin volt egy kis amerikai zászló kitűző. És amikor
közölték velem, hogy megkaptam ezt a szerepet, hát nagyon örültem, de mondták, hogy egyetlen egy kérésük lenne, hogy a hajamat le kéne vágatni. És akkor mondtam, hogy nagyon köszönöm a megtiszteltetést, de az kizárt dolog. És akkor... Hogy vettek rá végül is? Aztán valahogy nem tudom, egy gondolom, én is aludtam rá 2-3-at, és akkor utána végül is levágattam a hajamat, de ez például volt egy ilyen egyfajta nonkonformista szembenállása, tehát ugye ez a hosszú haj, a kitűrt ing, a egy számmal nagyobb bőrdzseki, ami tulajdonképpen egy hát kicsit nem annyira tudatos, de valamiféle ellenáll, vagy kívülhelyezkedés a rendszeren, és nyilván ez is belejátszott abba, hogy ez a figura aztán az lett, ami... Az én életemet meséled. Hát, én Szilágyi Erzsébet gimnáziumba jártam, az egy viszonylag jó nevű budai gimnázium volt akkoriban. Pattársam Semjén Zsolt, hatalmas bőrgyeki, olyan csőgatyát hordtunk, hogy azért kellett fél órával hamarabb kelni reggel, hogy a bokánkon átrángassuk, shocking shoes, papucs, télen veszkócsizma, és eddig érő haj babos kendővel. Ez volt a, egyszer találkoztam apámmal az előszobában, hogy végigmért, és azt mondta, kisfiam, tedd meg azt a szívességet, hogy amíg így nézel ki, ne nagyon lássalak. És a Mechvártéri szökőkútban ugrottuk be egyszer a rendőrök elől, mert nem volt nálunk személy, és igazoltatni akartak. Szóval ismerem ezt a világot. Van egy ezer ikonikus jelenet van a filmben, de talán az egyik legfantasztikusabb, amikor bemész az iskola rádióba. És ott van az a kis rövid monológod, aminek a vége ez a ez már a te ügyed, mi Rajnák. Tudtad, hogy ki a Rajnák? Hát a Bereményi Géza természetesen mesélt nekem ezekről a történetekről, tehát valamennyire volt képem róla, de maga a könyv forgatókönyv kontextusában ugye az a tornatanár, aki az elnyomó rendszert képviseli, és a lehallgatást, illetve a repressziót, tehát ő volt, tehát a figura az ebből megvolt. Nekem a legfontosabb mondat itt az volt, hogy ő nincs itt. Igen. Mert ez, azt hiszem ez volt itt a... Meg hogy ne legyen semmi. Ne legyen semmi. Igen. Azért is hoztam ezt a jelentet elő, csak így egy kicsit intim pistáskodni szeretnék a forgatásról, hogy elsőre így kijött belőled, vagy ezt úgy sokszor kellett ismételni? Hogy sikerült? Hogy emlékeztek vissza? Ha még egyáltalán vissza lehet emlékezni. Én szerintem nem sokat próbáltunk, ez kézikamerás ügyek voltak, amikor ugye azt választottuk azért, hogy ha már beszélek róla, hogy azt választottuk közlekedésnek, hogy legyünk mi, és ez már az ajándék a napban is volt, kezdtük, hogy legyünk olyanok, mintha csak egy része lennénk a levegőnek. Tehát a kamera úgy van jelen, mint egy porszem a levegőben, ezért teljesen kötetlen. És mindig ott van, ahol éppen jelen kell lenni, meg ahol tetten kell érni bizonyos dolgok. És hát ilyen volt az ő arca, meg ez a találkozásuk a Rajnákkal. Úgyhogy én mentem utánok végig, ez az egész rohanás föl, meg ő berohan, meg kijövünk, és aztán volt ez a, hogy ő majd most beszorítja őt a sarokba, és hogy most is foglak, mondja, és tartja. Az csak így egybe lehetett, és kézikamerával a lehető legközelebb, ahogy lehetett, és ott még egy, emlékszem, még egy gondom is volt, hogy megjelenjen az ő szeme. Mert a Rajnak ugye ilyen helyzetben nem lehet figyelni arra, hogy ahogy régen a nagy színészek, hogy figyeltek, hogy a másik megkapja a fényét, vagy nem, hanem úgy szépen húzott, és miután csak izzókkal világítottam a legnaturálisabban, ahogy lehetett. De és akkor csak megjelent, mert azt azért én látom, sőt, csak én látom. Ez kézikamera, még az örgős kézikamera, gondolom, amikor elképesztő zajjal mentünk, hogy csak úgy kiabálni is tudtunk egymásnak, sőt, én állandóan fogtam őket. Így fogtam a vállukat, a szereplők behúzni a helyükre, hogy ott legyenek kompozícióban, a legjobb. És hát akkor megjelent a Sanyi szeme, és ahogy ránéz a Rajnákra, az a tökéletes, és annál erősebb nem nagyon lehet. Tehát azért a karakterek megjelenítésében azért az a kamera, ahogy a Lajos komponált ezek a közelik, azért ez borzasztó nagy szerepet játszott, tehát a szerethetősége egy figurának. De még az is, hogy mikor megvolt a film bemutatója után, elvittek, bemutattak egy magyar írónak,
Kornis Mihálynak, aki rám néz, és azt mondja, hát ez a Pierre, hát te nem vagy 180 centis. Hát mondom, nagyon jó operatőre volt a filmnek, ő mindig egy bűneládát úgy alám tett, és nem, ezért úgy nézek ki, mint hogyha... Hát amikor jöttek a folyosón, és alá, ki nem derül, hogy ki mekkora. Én feküdtem a földön, tudom, egy valami vacak kocsin, és egy dróton lógott a kamera, és amilyen, hogy azt is a legtermészetesen próbáltuk. Abban volt egy rizikó, hogy hogy fogjuk megoldani ezt, hogy céltedik az iskolát, és a képek röpültek, de semmit nem tudtunk előre, hogy ott nem lesz, ez a próbálhatatlan jelenet. Ez volt a másik, de az a szépség. A másik bánatunk nekünk nézőkként, hogy Istenem, ha mi lehettünk volna azok a statiszták, akik végig rohadunk a folyosó, és a Lenin képeket ledobáljuk és rátaposunk, ezt irigyeltük a legjobban. Szóba hoztad már a fényeket, és még én az elején elhatároztam, hogy erre rákérdezek. Említetted ugye a kocsma jelenetet, de ha visszaemlékszem, 50-szer megnéztem ezt a filmet, az a döbbenet, hogy mindenhol ez a fény van. A tánciskola is egy ilyen iszonyatosan nyomasztó borzadály. A másik pedig soha se süt a nap. Ha kint vagyunk az utcán, akkor se süt a nap. Feltételezem, hogy ez szándékos. Nem volt nappal dolgunk, valóban nem volt nappal dolgunk. Azt az iskolát akartuk olyanra csinálni, amilyen mindannyiunk emlékezetében. Mi a Bereményi, a Gotthard, meg mi egykorúak vagyunk, és megpróbáltuk összerakni az összes a saját emlékeinkből, a tanáraink is úgy jelennek meg többek között az enyémek, hogy azok vannak jelen, úgy lettek felöltöztetve, úgy lett a hajuk levágva. És a fényben meg az volt, hogy elmentünk egy iskolába, azt nem tudom, tudod-e, és találtunk egy iskolát Újpesten, és azt úgy, ahogy van, tönkretettük, úgyhogy mi kézzel vakartuk le a falat, a vakolat mindent. Én tartom ki ezt a rázsot, ami fönt végigmegy, ami fölé lehet dobni a tornacipőt, meg az almacsutkát, meg ez egy ilyen elképesztő. Szóval azt akartuk létrehozni, egy megint csak azt, amit az előbb mondtam, egy ikonikus világot, hogy így nézett ki, az mi iskolánk, sötét volt, a napoc úgy van, besütött, nem tudjuk, de inkább sötét volt, és arra emlékszem, mikor a matematikai tanár megjelent a folyosó végén, és mindenki vigyázott, annélkül, hogy hozzászólt volna, de van itt is ilyen tanár, aki jön a hajat, neki az ő haját levágott. Igen. Hogy elképesztően próbáltam megcsinálni azt ezekkel a furcsa neon és hideg és nem odavaló fényekkel. Ez volt a lényeg, hogy mi tönkretettük a Kodakot, erről biztos tudsz, az elején ott daráltuk a képtechnikán, ahol az apád is dolgozott egyébként egy darab, hogy próbáltuk szétszedni a negatívot, hogy nehogy olyan legyen, mint az igazi. A Gotthard ebben egyébként mániákus volt mindig, hogy a leginkább a fekete-fehérre hasonlítsunk. Hát azt mondjuk, de megjelenik a szépség, a kékség, a furcsaság, az a ködösség, és ezért volt ez az őrület, amiben én majdnem belehaltam végül, hogy a krétapor tekertük a levegőt. Szóval valóban én tekertettem a krétapor. Úgy meg olyan beteg lettem, nem emlékszem? Három hát napig nem tudtunk, effektív, alig tudtak visszahozni, mert ráült ide belül mindenemre az egész. Viszont megjelent az a gyönyörűség, ahogy gyerekek csúsznak végig abba a koszos folyó. Szóval, hogy minden olyan, ahogy én emlékszem a mi iskoláinkra, amiben eleve volt egy nyomasztó érzés, ugyanakkor meg gyönyörű. Mert ahogy bemennek, amikor az első folyosó jövés, és végigjönnek, és bemennek, ahol táncolnak benne a gyerekek, és meglátja azt a lányt, aki majd az élete része lesz, vagy része lenne, de ott van, és mindig ez a kis bevillanás, az mindig ezeket a pillanatokat megsokszorozza, és kiemeli. Beszéljünk egy szereplőről, akiről kevés szó szokott esni, de számomra fontos, és megint egy személyes élmény miatt fontos. Ebből a Szilágyi Erzsébet gimnáziumból harmadéves korában disszidált NSZK-ba egy Hölvényi György nevű barátom, aki ma Európa parlamenti képviselő odakint Brüsszelben, a KDNP színeiben. Ritka dolog volt, hogy egy gimis lelép, és ebből iszonyatos botrány lett. És volt egy ilyen nagyon kommunista iskolaigazgatónk, és egyszer csak az történt, hogy ülünk benne az órán, jön a titkár, és azt mondja, hogy engem kiszólít, hogy menjek az igazgatói irodába. Ugye ilyenkor az ember végig gondolja, hogy mit is csinált az elmúlt 48 órában, éppen nem volt aktuálisan semmi bűnöm, nem tudtam, mi van. Bemegyek, ott már voltak egy páron, és az volt a lényeg, hogy két ilyen ávós, hát akkor már nem így hívták őket, de a belügyből jött két ember, és az volt a kihallgatás lényege, hogy mi valljuk be, hogy mi tudtuk, hogy a Hölvényi disszidálni fog, és nem szóltunk. És
akkor volt a jó ávós, meg a rossz ávós, az egyik üvöltözött velünk, a másik olyan barátilag próbált rábeszélni, de iszonyat volt az egész, és ez ment vagy fél órája. És a kommunista igazgatónőnk ott ült az asztalánál szó nélkül, egyszer csak fölpattant, de így kirúgta a széket magáról, és elkezdett üvöltözni a két BMS-sel, hogy vegyék tudomásul, ha az én diákjaim azt mondják, hogy nem tudták, akkor nem tudták, hagyják őket békén, takarodjanak innen. És tudod, ez a reveláció, hogy egy kommunista is tud ember lenni. Ez volt malac pofa, nem? Figyeltek! Azért kaptunk össze, mert nincsenek tisztázva hatáskörök. És róla nem nagyon szokott szó esni, pedig hát lehet, hogy ezek a kommunisták, akik hittel hitték ezt a rendszert, lehet, hogy az ő életük tragédiája volt a legnagyobb, nem? Amikor rájöttek, hogy mi is ez az egész. Ez nyilvánvaló egyébként, elég, amit mondani, hogy valószínűleg itt, igen, a malacpofa, ő is egy szerethető ember, ez egy abszolút szerethető. Az első perctől kezdve, miután rögtön úgy jön az osztály elé, emlékszem, hogy úgy jelenik meg, hogy így szétválnak a gyerekek, és ott áll a malacpofa, az új osztályfőnök. A régiről az érdemes beszélni, mert egy csoda. Ilyen tanárom is volt, a József, a körmenet. Kroner, az a csoda, a körmenet, igen. A körmenet, igen. Hogy ahogy ott megjelenik, és rögtön val magáról, tehát ez egy őszinte ember, rögtön elmondja, hogy neki mi a, egyébként a új neve, nem szereti, ha mondják, de mondhatják, nem nagyon szám. És igen, beépül oda, és része lesz ennek az egész történetnek. De valószínű, nem tudom, hogy róla miért nem beszélünk annyit. Pedig a Ronyesz megjön, ráadásul remekül csinálja. És egészen odáig, nekem mindig a költészet vége, ugye az, hogy vele kapcsolatban akkor búcsúzunk el, mikor a Dini bebújik a pulóvere alá a hűtőszobába, ott, és akkor kitaláltuk ezt, hogy a ventilátoron keresztül majdnem Amerikában vagyunk. Egy ilyen elképesztő, furcsa szép, de gyönyörű beállításban. Igen, hát ő aztán teljes mértékig, ő ellenáll, ő, mikor van ez a nagy vita az osztályban, igen. Akkor van egy nagy mondat, és erről keveset beszélünk, inkább erről mondatok. Azt mondja, hogy honnan, kitől tanulnál meg tőled, mondja az osztályfőnöknek. Hogy ki itt, akitől lehet kapni egy rendes mondatot, egy őszinte mondat. És ő az, ő végig az. Ez hát a végén bemegy, még hajlandó egy szülni is egy gyereket. Hát neki komplett a története, igen. Amerika. Nézzünk meg egy bejátszót, mert szokásunk, hogy bele-bele nézzünk a kor egyik fontos vagy jellemző dokumentum részletébe, úgyhogy most ez következik. És most Amerika. Amíg a napfényes Kaliforniában tombolnak az ellenek, New York megszokott arcát mutatja a kamerának. A Broadway New York leghíresebb útvonala. Világszerte legalább annyian ismerik a nevét, akár Hollywoodét. Az amerikai nagyvárosba érkező turista rendszerint mindenek előtt ide siet. Ámulva nézi a több emelet magas hirdetéseket, a csillogást, az ugráló fényreklámokat, a szüntelen emberáradatot. A 72. utca sarkán működő moziban hónapok óta magyar filmet játszanak. Gotár Péter Megáll az idő című alkotását. A Broadway szegélyezi a patinás New Yorki Egyetem a Columbia jókora területét is. Azután hirtelen vége szakad a jobb környéknek. A metró kibújik a föld alól, és iszonyú zajjal, robajjal vágtat valóságos völgyhídján a második-harmadik emeletek magasságában. A 125. utca Harlem fő utcája és a Broadway kereszteződésénél a lakók már nemigen szenvednek ettől. Az elhanyagolt részben kiégett bérházak már ugyanúgy lakatlanok itt, mint a néger negyed más részein is. Még följebb a 170. utca táján az üzletek spanyol, kínai, héber feliratai jelzik a leghívebben Manhattan sziget északi vidéke lakosságának összetételét. A Harlem folyó túlsó partján már Bronx kerület terül el, de a magas vasúttá emelkedett föld alatti még itt is a Broadway dübörög. Egészen a 242. utcáig, ahol is a szerelvények a végállomáson végre megpihenhetnek. Akkor mindkettőtökhöz szól az utolsó kérdés. Egy olyan világ, amelyik soha a büdös életbe nem élte át azt, amit mi itt, az egykor volt berlini fal rosszabbik felén. Mit ért meg ebből a filmből? Mitől tudott ez ott is ekkora siker lenni? Mitől tud örökérvényű lenni
ezt a nyomott, szörnyű világot bemutató mozi az Egyesült Államokban. Hát azt mondom, hogy az, hogy egyszerűen érdekelte őket, hogy mi volt ott. Hogy mi volt ott ugyanakkor, amikor náluk ez meg ez történt. Ott volt az American Graffiti. Mindig ezzel volt összehasonlítva, hogy az American Graffiti megrajzolta őket körülbelül ebben a korban az embereket. És hogy ugyanakkor mi volt Európában és Magyarországon éppen a Európa közepén. Ugyanez fordítva is érdekelt, mert a srácoknak, hogy jön be ide, akkor kezd bejönni a filmbe a Coca-Cola. Akkor volt az, hogy meghozták az első üvegedből. Azért beszélek, most én egy kicsit csak azért, mert velem, hogy mi történt, és ez nagyon válasz erre, hogy a filmet szerették igazán, és New Yorkban sorba álltak, és nem az emigránsok álltak sorba, hanem az amerikaiak álltak sorba. És mondták, hogy elképesztően, mert és olyan cikkek jelentek meg rólunk, Gottáról ez, de te is tudod, hogy ahhoz hasonlítottak minket, mint a Citizen Kane. Azt az együtt dolgozást, ahogy az Orson Welles és a Greg Toland az operet, hogy le volt írva, de ki volt nagyítva a mozikba ekkorába, hogy itt valami csoda született, és hogy egy valamit magára adó filmes, az itt csinál filmet, példa lett. Egyszerűen a filmezése maga, stilárisan, szépségében, igazságában olyan példa lett, hogy én elkezdtem dolgozni nagyon sokat Hollywoodban, a legnagyobb stúdióknak dolgoztam. Állok bent, ott ülnek a producerek, és első napon még, majdnem, hogy bemutat. Azt mondja, hogy ne haragudjon, de maga csinálta meg ezt. De jó is! Hát ez az, ahogy te beszélt az elején, az élet, hát a legnagyobb élmény az életem. Az volt a baj, hogy Los Angelesben ez nem történt meg. Ott ültek és unatkoztak a moziba. De én voltam a Lucasnál közben, elvittek a Lucashoz, kivittek, mert Oscarra akartak jelölni emiatt. Ezt is kevesen tudják. És ott voltam, és a Lucasnál is szétverték a mozit. És olyan csönd volt utána, és azt mondta, hogy ne ijedjen meg, nem azért vagyunk csöndben, mert nem tetted, mert nem tudunk megszólalni. Na most a következő olyan, hogy forgattam amerikai filmet, és közben jönnek, hoznak ki színészt, hogy ott ül a patra, ő csinálta meg el az időt. Szóval elképesztő volt az egész. Azért mondom el, mert amit kevesen tudnak, hogy valóban Oscarra voltak, úgy volt, hogy egy New Yorki listán a Blade Runner, tehát a szárnyas fejvadász és a Gandhi között voltam megáll az idő. Ott volt a csod, fönn voltam az abszolút, és ez Los Angeles-en múlott. Ha elmondhatok egy történet, csak azért, mert zseniális. Szabad? Persze. Amikor az Zsigmond Willi látta ezt a filmet, hát barátok voltunk már akkor, de teljesen oda volt érte. És azt mondta a Kovács Lacinak, ha Pestre mész, az első, hogy fölhívod a Koltait, és megnézed a megállás időt. És bementünk egy vetítőbe ketten. És elindul a film, és hát én benne szoktam ilyenkor maradni, hogy a hangot egy kicsit, meg hát érdekel is, hogy... És ahogy elindul a film, elindulnak a dokumentumok, az eleje, ezért azt mondja a Laci, Kovács Laci, hogy itt vagy még, Sutyi? Mondom, itt. Hú, azt mondja, folyik rólam a víz, ami? Azt mondja, mindegyiket, az összes kockát, amit be van, azt mind mit csináltuk a Willivel az utcán, mielőtt diszidáltak. Az szó szerint, azt mondja, tudod, mert én teljesen be vagyok. Én azt hittem, hogy most föl fogják gyűjteni a villanyt, bejön két bőrkabátos ember, és azt mondja, hogy ne haragudj, velünk jönne. Átélte, képzeld. Tehát az, ami elképesztő élmény volt. Ezt mondtam, muszáj elmegy, mert olyan ritka történet. Sanyi, utolsó kérdés. Neked Berlinben születtek a gyerekeid, és most az Egyesült Államokban éltek. Látták, ha megáll az időt? Igen, látták, és... Mit nyújt nekik? Hát nekik természetesen a gimnazista sztori az, ami elsősorban megszólította őket, de abszolút értették. A történelmi kontextus természetesen egy mai 15 évesnek, aki Berlinben született, kicsit távoli, de visszatérve az előző kérdésedre, hogy mi az, amitől ez a film működött Amerikában. Én most néztem meg nagyon sok év után azt a kópiát, amit a Lajos gyönyörűen megcsinált, és rájöttem, hogy ez tulajdonképpen van ez a zsanr, hogy coming of age movie, tehát ez a felnőtté válás, a tinédzser kornak az összes irracionalitása. És megnéztem a filmet, és rájöttem, hogy hát ezek teljesen irracionális tinédzserek, akik lázadnak, össze-vissza beszélnek, és abszolút szerethetőek, és egy olyan korban, ami egy szörnyű történelmi kor, és ez szerintem ez abszolút érthető. Hát ha keresnék párhuzamot odaátról, akkor a kamaszkorunk legszebb nyarát mondanám rá.
Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi pedig hamarosan folytatjuk a beszélgetést M. Kis Sándor és Tóth Eszter Zsófia történészekkel. Kilátástalanság, lázadás, kádári konszolidáció. Melyikről szól a leginkább a Megáll az idő című film? Bajer Zsolt vendégeitől ezt is megtudhatják. Folytatjuk a beszélgetést. Filmünk Bereményi Géza és Gotár Péter ikonikus filmje, tehát a Megáll az idő. Vendégeim pedig a stúdióban Tóth Eszter Zsófia és M. Kis Sándor történészek. Tisztelettel köszöntelek benneteket. Javaslom, hogy mielőtt belevágunk a történelmi háttér felvázolásába, nézzünk meg egy korabeli filmhíradó részletet, már csak úgy a hangulat véget. Ezeket a felvételeket osztrák és amerikai filmoperatőrök készítették az Ausztriába érkezett magyar menekültekről. Néhány hét alatt több mint 160 ezer ember hagyta el az országot, itt hagyva otthont, családot, barátot. Voltak itt a félelem, akit a kalandvágy, másokat a gazdagabb élet reménye vitt idegenbe. A menekültek egy részét lelkiismeretlen embercsempészek megfosztották pénzüktől és utolsó értékeiktől. A hatóság keze lesújt a vámszedőkre, de ezzel a távozók életén könnyíteni nem tud. Felvételek az osztrák menekülttáborokról. Hazavágynak. És már vannak, akik vissza is jöttek. A magyar haza minden becsületes embert visszavár. A magyar haza minden becsületes embert visszavár. Jó kis mondat ez így a végére. Van egy családi történetünk. 56 után az én nagyapám kiviszi a határsávba az édesapámat, aki 16 éves akkor, és azt mondja neki, hogy kisfiam, itt akkor arra fele szaladjál, ebben az országban élni nem lehet, az oroszok itt vannak, mindennek vége, hogy ne mondjam, megállt az idő, menekülj. Úgyis az egész család kint van NSZK-ba, minden rendben lesz. Apám átszalad, és körülbelül 5 perc múlva sírva vissza szalad. Így szembe a forgalommal apám az egyetlen, aki jön, mert haza kell jönni. Szerintetek a Megáll az idő az a lázadás filmje, vagy a kádári konszolidáció filmje? Őze Lajos, vagy Pierre? Szerintem a lázadásé és a kádári diktatúrának a kulisszái vannak ott. És hát ugye én, nekem ez óriási kedvencem ez a film, és ahogy ugye ki is van ott mondva, az apa, ugye, aki disszidál, eltűnik, az anya, aki ott marad a két gyerekkel, és amikor az anya kimondja azt a mondatot, hogy hát akkor itt fogunk élni, mert hogy itt kell élni, de innentől kezdve az ő egyéni útjaik a diktatúrán belül, abban nagyon erősen, hát többszörösen Pierre figurájában benne van a lázadás. Ugye a film 82-ben készült, és ez nagyon izgalmas, fontos. Tehát
gyakorlatilag egy sajátos helyzetben vagyok, mert 43-as születésű vagyok, tehát ezt az időszakot átéltem, és egyben kutattam is bizonyos összefüggéseit. Na most itt soha nem nyugodott meg a társadalom. Tehát a 60-as években sem, ugye 66-ban a 10 éves évforduló volt, akkor 72-73, hogy közelebb hozza a történéseket, ott voltak a fiatalírók, tehát az ötvös kollégium ELTE, mozogtak jobbra-balra, tehát az, hogyha te most azt kérdezed tőlem, hogy tudatosan lázadott ez a nemzedék, vagy akár magam is a magam összefüggéseim belül, akkor azt mondom, hogy nem. De a lázadás az megvolt. Tehát ez az egyik fele, ilyen szem, és azért mondom, nagyon fontos, 82, már azért ennek a forgatókönyv írója, hogyha jól emlékszem, Bereményi. Ugye, és a Gotár se volt senki ebbe a történetbe. Tehát ez a dolgoknak az egyik fele. A másik pedig, az itt élned kell, tehát ez sem kihagyható, mert az én generációm elég sokat gondolkodott így a vége felé már azon, hogy a lázadásnak van egy olyan fok, amikor már egyáltalán nem tudsz magad után semmit hagyni. És akkor melyik az a magatartás, ami elfogadható, hogy nem válasz semmifajta közösséget, vagy egy rendszeren belül, annélkül, hogy eláruld a saját életedet, vagy akár micsodát, mégiscsak megpróbálsz valamit csinálni. Na viszont, ha megpróbálsz valamit csinálni, akkor akár teszik, akár nem, azt a koordinált rendszert tudomásul kell venni, amit neked felállítanak. Most ilyen szempontból érdekes az, hogy a Kádárék politikája, akik pontosan tudták, hogy az ő egész létük attól függ, hogy még egy 56 vagy 56 típusú dolog Magyarországon ne legyen, ennek következtében a saját jól felfogott érdekükben, nem az én érdekemben, tettek bizonyos lépéseket, mert akkor fel kell tenni a következő kérdést, hogy ez a film hogy születhetett meg 82-ben. Hogy egyrészt van a művészi teljesítmény, ami egy óriási, másrészt van hozzá egy politikai engedély, mert enélkül ez nem megy. Na és hogyha most ezt végig gondolod, azért itt a történetet 82 után is érdemes folytatni, mert jön egy Monor 85-be. Ha ez a nemzedék az én nemzedékem, nem eszmél, akkor nincs Monor. És majd jön 87 lakitelek, majd pedig a rendszerváltoztatás, amiről lehet vitatkozni, ilyen volt, vagy nem ilyen volt, jó volt, nem volt jó, de megvolt. És ez az én nemzedékemnek, nem az enyém is, de az én nemzedékem története, tehát ez az állandó, meglévő mástakarás, ahol olyan emberektől kaptuk azért meg a támogatást, hogy mondjam, Cina Mihály, Kis Ferenc, az ötvös kollégiumnak a tanárai, tehát nem feltétlen biztos, hogy mindenben, mindenkivel ugyanaz az ideológiai alapon álltunk, de kaptunk olyasmit, ami megtermékenyítette a gondolkodásunkat. Csak így fölkaptam a fejem, Cine Mihályt emlegetted. Egész életem meghatározó tanára, a lánya, Cine Erzsébet, aki gimnáziumban az én magyar tanárom volt, zárójelbe zárva. 56-ot leverik, az oroszok bejönnek, iszonyatos megtorlás, akasztások, és megáll az idő. De mondhatjuk azt, hogy végül is 56 abból a szempontból mégiscsak győzött, amire utalt Sándor is. Az a egyébként iszonyatos mondat, ami a Kádár rendszeren így keresztül ívelt, miszerint a szocialista lágerben mi vagyunk a legvidámabb barak. Ezt köszönhetjük 56-nak, és ilyen értelemben győzött. És a győzelem, fordulok most hozzád, nem jelentette egyszer, mint azt, hogy azért ez a társadalom a lelkében mégis megnyomorodott? Nagyon jó a kérdés. Én azért úgy gondolom, hogy 56 a rendszerváltoztatással győzött igazán, mert amit ugye 56-ban a forradalmárok szerettek volna, az a rendszerváltoztatással valósulhatott meg. Ami szerintem itt a filmre, hogyha fókuszálunk, hogy van ott ugye az április 4-i ünnepség az iskolában, ami szerintem ugye az egyik kulcsjelenet, ez mutatja meg nagyon jól azt, hogy hogyan is működött valójában ez a diktatúra. Tehát ugye van a végtelenül unalmas ünnepség, az igazgató eltéveszti a szavakat, és ebbe berobban Pierre, és akkor ugye ő még a 6-3-as meccset is be tudja hozni ebbe a közegbe. És utána nem véletlen, hogy ugye az igazgató helyettest Rajnáknak hívják, mert hogy ő volt ugye az ifjúsági parknak a hírhet verőembere vezetője. És aztán ez az igazgató helyettes, ahogy
megtorolja ezeket az eseményeket, ahogy akár ugye Köves Dénes esetében is, amikor megkérdezi tőle, hogy és a te apád az hol dolgozik, mert ugye a másik fiúnak az apukája a postán dolgozik, és akkor ahogy neki azt ki kell mondani, mert persze nem mondja ki, hogy az apja 56-ban ment el, de hogy ahogy így búvópatakként ott van a forradalom mégis ezekben a napokban, és ugye abban is, ahogy a édesanyjuknak az új párja, az ugye egy olyan közeli barát lesz, aki a forradalomból után börtönben van, és kijön, ugye Őze Lajos játssza remekül. Tehát szerintem folyamatosan ott van, és én azért azt mondanám, hogy igazán a rendszerváltoztatással győz csak 56. És még egy, ami fontos, ugye ott a körmenet jelenet is. Tehát, hogy elmennek a körmenetre, megmerik ezt lépni ők is, tehát úgy, hogy tudva azt, hogy az édesapjuk külföldön van, és ezzel bármikor ugye hátrányos helyzetbe kerülhetnek, mégis ez is egy lázadás, hogy megmerik tenni. Világos. 56-ra még egy kicsit rezonálva, javaslom, hogy nézzünk meg még egy korabedi filmhíradó bejátszót, Kádár János fog beszélni. Elvtársak! Budapesti dolgozó, miben van a különös jelentősége a mai magyar május 1-ének népünk számára, és nyugodtan mondhatjuk nemzetközileg is? Abban, hogy ezen a napon az októberi ellenforradalmi támadás fölött a munkásosztály nemzetközi segítségével döntő győzelmet aratott magyar dolgozó nép ünnepli szabadon május 1-ét a proletár nemzetköziség ünnepi. Mai május 1-i ünnepünkön messze hangzóan hirdetjük, és ezt hallja meg barát és ellenség egyaránt, hogy népünk begyógyítja az ellenforradalom által okozott sebeket, és eltökélt szándéka, hogy magyar földön, amelyet annyi munkás és paraszt nemzedék vére és verejtéke öntözött, és amelyen a bitang uri rend 12 évvel ezelőtt csak romokat hagyott örökül a népnek, felépítjük szabad, független, szocialista hazánkat, a szocialista Magyarországot. Még most is borsózik a hátam. Ugye 57. május 1-én vagyunk a Hősök terén. Irgalmatlan, leírhatatlan tömeg. Hónapokkal vagyunk túl 56-on a forradalmon és a szabadságharcon. És nem tud nem eszembe jutni egy történelmi párhuzam. 1848-49, és akkor leverik azt a szabadságharcunkat is menetrendszerűen, eltelik néhány év, és a magyar nép emlékezetében már a boldog béke időként jelentkezik az az időszak, és a falusi házak tiszta szobájában egymás mellett lóg a császár meg Kossuth Lajos képe. Döbbenetes. És valahogy a Kádár rendszer is képes volt önmagát konszolidálni. A kérdésem megint csak mindkettőtökhöz, Sándor. Ezt épp lélekkel meg tudja egy nemzet csinálni? Nem szabad a történelmi időt összekeverni, tehát mindig más a helyzet. De egyet hagyd mondjak, elő kéne szedni az 57-es letartóztatásokat. Tehát én elhiszem ezt a nagy tömegdemonstrációt mindenek előtte. Ugye van egy fogalmunk, amit 56-ra használtunk, országosan a forradalomkor. Ennek kettős tartalma van. Egy időhatározó, meg a történésnek a minősítése. Az, hogy ellenforradalom, azt a Kádár mondta. De ahol én laktam, az osztályban, tehát az annyira természetes volt a forradalomkor kifejezés, és ez meg is maradt. Ez a dolgok egyike. A másik az, hogy muszáj vagyok személyes példával járni, hogy azért hozzuk vissza ezeket az időket. Abban a házban én laktam,
ez egy nagyon nagy ház volt, a köztéház volt. Ott az ott lakóknak két rokonát végezték ki Mosonmagyaróvár miatt. Az osztálytársam, az egyik osztálytársamnak a nagybátyját végezték ki Mosonmagyaróvár miatt. Az apám egyik beosztottja volt, ugyanennek a Tihanyi Árpádról van szó, aki szeretett volna egyetem ütni, nem lehetett. Na most el tudod képzelni, mert egyrészt ott vannak, hogy ezt meg kell kutatni, ez nem játék. Meg kell kutatni, hogy hogy készültek fel az 57 május 1-re. Ugyanis pártszervezetek voltak. Na most az, hogy nem kell egy 57, azért ott a megtorlásnak a kezdeti időszakon vagyunk, tehát itt azért én nem nagyon gondolkodott, hogy most itt elmegyek, hát akkor nem megyek. Félelődik. Hát pontosan. Tehát az, hogy ne ártsak annak, aki esetleg bajba kerül, és nem tudom, hogy én bajba kerülök-e. Mert ugyanis még 57 májusában, ha belegondolsz a perekbe és a történésekbe, még az egyén se tudta mindig eldönteni, hogy mit kér tőleg számon, mit nem. Na ez az igazi lényeg ennek a történésnek, tehát nem még nem érkeztünk el a Kossuthoz és a Ferenc Jóskához, az majd a 60-as években ez valóban. Ez csak a félelem. Így, de itt én ezt látom fontosnak. Ugyanaz a kérdés, de most társadalomkutatóként is kiegészítve egy kicsit fordulok hozzád, hogy alkoholizmus, öngyilkosság, önsorsrontás és a kádári konszolidációval mindez együtt érkezik. Ez megint csak mondhatjuk, hogy következmény ennek a tudathasadásnak? Pontosan, ez teljesen így van. Azért is volt Magyarország első az öngyilkossági statisztikákban. Ahogy ugye a film címe is mondja, megáll az idő. Tehát az az érzés, az a kilátástalanság, hogy sem az 56-os forradalmárok nem lesznek rehabilitálva, és az, hogy itt minden így fog maradni, és hogy nem lehet mondjuk az egyetemre felvételizni, az, hogy akár itt is tényleg, ha édesanyja sorsát is nézzük, hogy ebből mi más kiút lehetett volna, mint ahogy ugye van a filmben ez a kocsmai jelenet is, ahol isznak, de azért ugye mindenki figyeli is egymást. Igen, inni, illetve amiről kevésbé szoktunk beszélni, de a gyógyszerszedés is ebben az időszakban növekedik, meg nagyon a altatók és nyugtatók társadalma is a Kádár korszak sajnos. És az abortusz. Igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Most megnézzünk a filmből egy már emlegetett ikonikus jelenetet, és aztán Lukácsi György kritikus lesz a vendégem. Mi van itt? Szabai! Bejött! Mert egy szót sem lehetett érteni. Halló, 1-2-3, Círsek nálatok, jó a vétel, Pierre vagyok! Ilyenek a hülyék, ne legyen semmi! Kamales Christogiel, legyetek jók! Blueberry Hill, építőmunka, puszi! Le a csecsemőkkel! Ilyenek a csajok, sokat szenvedett földük, hitten és lelkesedésre, hajrá egyedül! Magyarország, Anglia 6-3! Elég ikonikus kis jelenet a filmből, utolsó vendégem pedig Lukácsi György kritikus. Szervusz, köszöntelek. Köszönöm én is. Teljesen szubjektív dolog most, hogy már végre tényleg csak a filmről beszélhetünk. Ha nekem szegezni valaki azt a hülye kérdést, hogy szerintem melyik a három legjobb magyar film. Nálam minden vitán felül az első hely az Fábrinak az 5. pecsétje. Bronzérmet viszont nem osztanék, mert a második helyen Holt versenyben Huszárik Szimbádja és Gotár Péter megáll az idője van. Ez az én szubjektív értékem. Azért nem rossz lista. Azon töprengek elég régóta, mióta láttam, 82 óta, én akkor voltam negyedikes gimnazista. Magyarán nem az én korom. Én már egy következő generáció vagyok. Te viszont akkor születtél, mikor ez a film forgott. És ha jól tudom, neked is kultuszfilm a Megáll az idő. Benned mit talált el ennyire? Hát szerintem ez a film attól él, és élni is fog. Mert a kamaszkorból mutat föl valamit, meg persze ugye, hogy a Bereményi mindig rájátsza az emberi sorsot a történelemre itt ebben a felvonási területben, ahol élünk. De mégis ez egy kamasz történet, ahol együtt van ez a brutális közönségesség, amit ezek a srácok itt csinálnak, ugye, hogy malacpofa fog meg a kátszélét egyrészt, másrészt meg ez a líraiság, ez a költőiség, hogy
én is ebben a koromban estem szerelembe az Antigonéval, ugyanakkor meg én is ilyen újpesti házi bulikba jártam, tehát ahol meg nem az Antigonét olvastuk, és ez a kettő van együtt ebben a korban, ez az ellentmondás, ami keresi a maga fogópontjait úgy, ahogy a filmben is látjuk a Dinit, hogy keresi, hogy kihez tud igazodni. Úgyhogy szerintem ezért, mert együtt van a rock and roll, meg együtt van a líra, ezek a keringős, gyönyörű fártok például, meg ezek a gyönyörű fények, de hát erről Kolta Ila is beszélt. Azt mondod, hogy a kamaszkor nagyon el van találva a maga brutális közönségességével és líraiságával, ami teljesen nyilvánvaló, hogy így van. De szerinted, ha ezt a filmet most így, ahogy van, elvinnénk egy tetszőleges nyugati országba, ahol soha nem volt kommunizmus, ott is élne ez a film ennyire? Élt, tehát a maga korában élt, ugye Koltai Lajost így is fogadták annak idején, a Megáll az idő miatt fogadták olyan nagy szeretettel nyugaton. Igaz, hogy ezt a roncsolt képet már nem kérték. Hát ezt például szerintem nem értik, ezt a roncsolt képet, meg a Bereményi Gézának ezeket a roncsolt mondatait. Engem ne vegyél egy kalap alá. Te azt hiszed, hogy nem tudom, hogy te tudod. Hogy tudom. Tudjuk. Ilyeneket hallunk ebben a filmben. Ezt szerintem nem értik, meg azt a lefolytottságot sem értik, hogy mit jelent ez a kilátástalanság. Mit jelent az, hogy azt sugallják, ki lehet mondani bármit képviselsz, ugyanakkor viszont semmit, húzd meg magad. Olyan mondatok, amik... Hát szerintem inkább mi látjuk, tehát a ránk vetíti az árnyékát, nem is annyira nyugaton. Tehát az, hogy ne magyarkodjál például, ez, hogy ne vállaljál semmit, ne legyen gondolatod, húzd meg magad, ne akarjál semmit. Ne legyen semmi. Ez a híres kocsmai jelenet ott Őze Lajossal. Nagyon örülök, hogy ezt fölhoztad, mert M.K. Sándorékkal pontosan ez a beszélgetés központja. Ez a kérdésem, és ezt muszáj tőled is megkérdeznem. Pont Őze Lajos kapcsán. Ez szerinted ez a lázadás filmje, vagy a kádári konszolidáció filmje? Magyarul, ugye a film a cím Megáll az idő, annyira beszédes és annyira sokat mondó. És akkor oda tesszük az Őzét, aki kijön, mint 56-os a börtönből, és elmondja a híres és ikonikus mondatát abban a lepukkant, szörnyű, kádárkori talpon állóban a kevertjével, hogy ezt még nem tudták elrontani ezek, de a film végére ő már a rendszer embere. Nem lesz ő kommunista, de elfogadja a játékszabályokat, és azért, hogy visszakapja a munkáját, ő szépen belesimul. És ott van Pierre. Na most akkor ez a konszolidáció világa, vagy az örök lázadás világa? Ez talán a kettő együtt, de az Őze Lajos ugye egy nehéz életvéggel, ugye ekkor már, amikor a filmet forgatják, már ugye már nagyon rossz állapotban van. Tehát ő inkább ennek az ő karaktere, inkább ennek a megnyomorodásnak a karaktere az, hogy még én is nagyszülőktől hallottam, hogy ezeknek nem érdemes tanulni. Hogy ebben az értelemben áll meg az idő, és hogyha a Fukuyamát vesszük, mi csak innen értelmezhetjük, hogy vége a történelemnek, mert itt véget ért a történelem. Úgy tűnt, hogy 3-4 évtizedre véget ért a történelem, aztán rájöttünk, hogy ment tovább, vagy megy tovább, és itt vagyunk, és küzdünk. De ebben az állapotban, ahogy ott állnak a kevertel, és tulajdonképpen egy opció van, hogy leihatod magad. Ez maradt neked, hogyha még bármit akarsz az élettől, egy kicsi varást, egy pici költőiséget, egy cseppet a túlvilágról, akkor ez a kevert marad neked. Ez a büdös, senki nem tudja miből álló, alkoholos, cukros valami, hogy már ez önmagában egy olyan tragédiát. Látjuk, hogy micsoda borkultúránk van, hogy egy 40 évig itt az emberek a bort felváltották ezekre a borzadályokra. Szóval ez a beleragadás, azt hiszem ennek a filmnek ez az ideje, ez a kimerevített pillanat, tehát nem véletlen vakúznak ugye néha ebben a filmben, és tényleg pillanatképeket látunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. És akkor lássuk a medvét, talán még egyszer elmondhatom, bár szubjektív az értékítélet, következik tehát minden idők egyik legjobb magyar filmje, Bereményi Géza és Gotár Péter, Megáll az idő. Jó szórakozást!